Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manea vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Merő Béla színházi rendező. Kötet bemutatói a Szekszárdi Irodalom házában. Visszapillantás. Kalocsai Enikő festőművész alkotásai. Szeretet és tisztelet övezi Szekszárdon. Horváth Gáborral beszélgettünk. Múzeumok éjszakája. Számos program várta az érdeklődőket Bonyhádon. A szekszárdi születésű színházi rendezővel beszélgettünk köteteinek bemutatója kapcsán. Merő Béla az Irodalom házába hozta el a Találkozások, egy színházalapítás viszontagságai és színházi törekvések Zalában című alkotásait. A Baka István Alapítvány és a Wosinski Mór Múzeum közös rendezvénye Merő Béla színházi rendező három kötetének a mostani bemutatója. Nagy örömünk, hogy eljött és hazajött Merő Béla, aki ugye szekszárdi születésű. Jól tudjuk, hogy együtt végzett Baka Istvánnal, Lányi Péterrel és egy nagyon komoly korosztállyal. Nagyon kötődik ő ehhez a városhoz, a város is nagyon kötődik hozzá, úgyhogy nagy örömünk, hogy most itt van ezekkel a kötetekkel. Az első az Volt egyszer reflex színpad című volt, az első könyvem egy hosszabb idő után, mert 2002-ben jelent meg az Új mandátumnál színjáték színész címmel egy elméleti munkám. Reflex színpad az egy alternatív színház volt. Tavaly Szombathelyen volt egy kiállítás 60-as, 70-es évek alternatív művészetéről. Hát az volt a Reflex, az volt az első. A Találkozások az egy meghatározó könyv volt. Azok szerepelnek benne, akik nagyon fontosak, ugye Baka István, Zalán Tibor, Alekszandr Gonobolin, ukrán hegedűművész barátom, aki Herszonban dolgoztunk sokat együtt, meg Magyarországon is, jelenleg Franciaországban van, Bécsi Tamás, akinél doktoráltam, kiváló színházeszéte, Ruszti József, akivel 1966 óta ismertek egymást, és a Zalaegerszegi Színháznak ő volt az igazgató, én hívtam Zalaegerszegre, aztán Szergej Paradzsánó, világhírű filmrendező, akivel Tbilisziben ismerkedtünk össze, és összebarátkoztunk rövid idő alatt, és akkor megkérdezte, hogy mi az én kedvenc darabom, és akkor azt mondtam, hogy a Csongor és Tünde. És miről szól, elmesélem, és akkor ő meg elmondta az övét, az Asip Keribet, meg lehet nézni a YouTube-on, az az ő Csongor és Tündéje, nekem kellett volna játszani a főszerepet, nem vállaltam a Kaukázusból, kellett volna 2 évet lehúzni. Utána 3 lengyel színházi kurzus, egyik a József Sajna, aki Grotoszkinak volt a díszlettervezője, Varsóban volt egy saját színháza, ő a Replika című előadása YouTube-on megnézhető, a testekkel komponált. Nem igazából az volt a fontos, hogy a színész hogyan mozdul meg, hanem a kompozíció művészet. De a színészek belém szerettek, és a Sajna felajánlott egy állást Varsóban, nem fogadtam el. Aztán Sanyeszki a következő. Ő a Paraszínházi korszakában volt Grotoszkinak, és a Magas Tátrában hoztunk létre előadást, ahol nagy tortúrák voltak, ugye a Grotoszki féle tréning, egy nemzetközi tábor volt, ők azért jöttek oda, hogy kapjanak pénzt, és a tréninget csak addig kell csinálni, míg bírják, rajtam kívül már senki nem bírta, és akkor ki akartak nyírni, nem tudtak, volt egy pillanat, éreztem, hogy elájulok, de azt mondtam, ezt nektek, és összebarátkoztunk, és nagyon-nagyon fontos találkozás volt. És az utolsó az pedig az emberek fája, az a Grotoszki színházában egy 16 órás improvizáció, ahol két világhírű emberrel barátkoztam össze, a dramaturggal és Cseslákkal. Ők kiválasztottak engem, hogy majd együtt fogunk dolgozni, és én meghívtam őket Zalaegerszegre 82-ben, amikor nyílt a színház Zalaegerszegen. Csak Rátki András nevű kedves elvtárs, aki először 71-ben akart becsukatni a Baka Pistával közösen írt darab miatt, nem engedte be a Grotoszki Színházat Magyarországra. Az utolsó fejezet az pedig a Solveigemről szól, a feleségemről, aki kibírta velem az életet. A következő könyvem, ami itt van, az a Székely-Udvarhelyi Színház alapítása, hogy a Székely-Udvarhelyi Színházat én alapítottam, kemény csatározás volt itt. Az erdélyek is ellenem, a románok is ellenem, a magyarországi magyarok is elképesztő volt. Ha valakit érdekel, érdemes belenézni. Tehát egy példát mondok el, a megnyitó. A színház megnyitó az volt, hogy a Tomcsa Sándor nevet én választottam, székelyudvarhelyi író,
és a színház előtt volt a szobor, azt felavattuk Szász Jenő polgármesterrel, minden széken egy cetli, köszöntjük a Tomsi Sándor Színház meg, de egy szál virág, és bezárattam az ajtót, mert a takarítónőkkel együtt festettük a díszletet, és nem akartam, hogy akik nem vettek részt a munkában, ne legyenek a színpadon. És énekeltük a magyar himnuszt. Édesanyám Székely Derzsen született volna 30 kilométerre. Szekszárd polgármester küldött egy faxot, akkor csurogtak a szememből a könyv, nem vagyok érzelgős fiú. Verestói Attila, aki az RMDS háttérembere volt, ugye Alina Ceausescu-nak a doktoriát ő írta, kiengedtetett két fiatalkorú magyart a börtönből, és amíg mi fönt voltunk, betörtek az öltözőbe, kirabolták az öltözőt, és a színpad alá kakáltak, amikor mi a magyar himnuszt énekeltük. Úgyhogy ez maradt a... De és a kemény csatározások, ami lényeges, hogy a színház van, él és működik. Az utolsó könyvem, az ugye, a múlt héten jelent meg Lezsák Sándor alapítványa támogatásával. Az több színházi törekvések Zalában, csak ez egy füllentés. Hát ugye a magyar színház történetben az a lényeges, hogy a hegeli esztétikát fogadta el a marxista esztétika, ami azt jelenti, hogy van produktív és reproduktív művészet, és a színház az nem más, mint az irodalom felböfögése. Na most itt mi az írók és a színház együttműködését, a rendezők és az írók együttműködését hoztuk létre. Kalocsai Enikő festőművész Visszapillantás című kiállítását tekintheti meg a közönség Szekszárdon a Művészetek Házában augusztus 11-éig. A tárlat az alkotó elmúlt 20 évéből mutat be munkákat. Több ciklus alkotásait mutatja be Kalocsai Enikő Visszapillantás című kiállítása Szekszárdon a Művészetek Házában. Egészen korai munkáim is jelen vannak, a 2002-es évekből az Anna Karenina vagy. Itt ezen az oldalon látható a téli napfény. Akkor még olajjal dolgoztam. Aztán egy másik ciklus is jelen van itt, a visszapillantó tükrös, illetve a tükrös képeim. Ezekből fejlődtek ki a víztükrök, amiket szintén lehet látni, és felhőképeket is lehet látni itt a kiállításon, illetve 6 éve kezdtem el egy pitypang ciklust, ahol amikor is elkezdtem gyűjtögetni a növényeket, és a pitypangnak a különféle formái jelennek meg a képeken. Vannak itt nagyítások, vannak egész távoli képek, lehet szimbolikusan is értelmezni ezeket a munkákat. Tehát azon kívül gyűjtögettem is ezeket a növényeket, és foglalkozom más formában is tükröződésekkel, illetve ezeket a növényeket összerendezgettem kis dobozokba, különféle formákban, amiket idehoztam el erre a kiállításra, ezek a tükröződős dolgokhoz kapcsolódnak. A fönti részen lehet látni ezeket a tükörobjekteket, ahol különféle dimenziók nyílnak meg, hogyha jobban szemügyre vesszük őket. Az alkotó úgy fogalmazott, szemlélődő típusnak vallja magát, szereti megfigyelni, ami körülveszi őt, majd abból merít inspirációt. Többféle munkastílusom van, nagyon sokat akvarellezek. Általában előkészítem a munkákat kis vázlatokkal, és amikor már a nagyobb képet kezdem, akkor nagyjából már összeáll a kép, hogy mit szeretnék csinálni. A korábbi munkáimnál, ahol a tükröződésekkel foglalkoztam, ott életnagyságú szénvázlatokat is készítettem, és ebből kiindulva hoztam létre a itt jelenlévő alkotásokat is. A többi munkáknál, ezeknél a pitypangosoknál, vagy a vízképeknél, ott leginkább fotókkal készítettem elő a képeket. A visszapillantás motívumai többek között élete során tett utazásai inspirálták. Illetve egy másik dolog is van még benne, hogy az időt is szerettem volna valamilyen formán behozni a képeimbe, a képi világomba. Mindig foglalkoztatott az, hogy az időt hogyan lehetne képi formában megjeleníteni. Na most itt ezeknél a visszapillantós képeknél, illetve a tükröződős képeknél, itt jelen van több idősík, mondhatjuk azt is.
mert hogy a tükörben már azt látjuk, ugye, ami már megtörtént, a mellettünk lévő rész az, az, ami éppen van, vagy előttünk, amit látunk, ami lesz majd, vagy elérkezünk oda. Az alkotó Salgótarjánban született, már az általános iskolában tudatosan készült későbbi pályájára. Meglátogattam több művészkört, ahol tudtam tanulni, és aztán az első utam a középiskolába, a képzősiparművészeti szak középiskolába vezetett Budapestre. Oda üvegszakra vettek föl, úgyhogy elképzelhető, hogy az üvegszakos múltam visszajön itt a tükröződéseknél, amik jelen vannak. Igazán nem szakadtam el teljesen az üvegtől, mert nagyon szeretem az üvegnek a játékát, a fényét, a jelenlétét. Aztán később a képzőművészeti főiskolára, illetve akkor vált egyetemmé, amikor oda kerültem, a képzőművészeti egyetemre jártam. Ott Maurer Dóra volt a mesterem, és aztán így szépen egyengedtem az utam. Faludi Judit művészettörténész nyitotta meg a kiállítást. Ő már régóta figyelemmel követi Kalocsai Enikő munkáit. Nagyon szeretem benne ezeket a természeti képeket, amik így változnak. Az ég és a föld, víz, a puha és a kemény, a folyékony, dinamikus és a statikus, és én szeretem benne ezeket a változékony, időről időre visszatérő motivumokat. Nagyon sok olajvászon képpel van dolgunk, illetve az objektek, amik részben gyűjtemény, részben pedig a tükröződő felületeknek a játékát mutatják, de ezek a tükröződések visszatérnek a képeken is. A Művészetek Háza idén 40 éves. Az intézmény ennek alkalmából számos érdekes eseménnyel készül. Azt gondolom, első gondolatként szeretném elmondani, hogy nem lehetünk elég hálásak az 1984-ben regnáló városvezetésnek, hogy felismerték, egy ilyen gyönyörű szakrális épület nem mehet egyszerűen veszendőbe, és az akkori városvezetés úgy döntött, hogy megvásárolja ezt az épületet, és egy új funkciót szeretne neki adni. Ennek köszönhetjük, hogy most már 40 éve városunknak egy ilyen csodálatos, kulturális környezetet biztosító kiállításoknak, zenei hangversenyeknek és sok-sok más ünnepi eseménynek megfelelő kulturális térrel gazdagodtunk. Stílszerűen 40 kulturális programmal fogjuk gazdagítani a városunk kulturális és művészeti életét. Augusztustól kezdődően természetesen lesznek ebben kiállítások, koncertek, komoly zenei, könnyű zenei darabok, könyvbemutatók, érdekes beszélgetések, és meg fogjuk hívni mindazon művészeket, akik az előző 40 évben is élénk szerepet, illetve fontos szerepet töltöttek be a kulturális életünkben. Stílszerűen egy olyan kiállítással fogunk nyitni augusztus végén, amely annak idején is 40 éve a megnyitáskor szerepelt, két kiváló festőművész kiállításával, és annál nagyobb örömteli tény nincs is, hogy a mai kiállítás megnyitón is üdvözölhettük ennek a 40 évnek két korszakos jelentőségű igazgatóját, vezetőjét, dr. Méri Évát és Baki Pétert. A megnyitón közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész. A tárlat kurátora Baki Péter Munkácsi Mihály díjas festőművész volt. Gábor bácsit a szekszárdiak részéről nagy szeretet és tisztelet övezi, nevét mindenki ismeri, hiszen kereken fél évszázadig gyógyította a gyermekeket. Otthonában beszélgettünk Horváth Gáborral a nemrég megjelent életrajzi könyve kapcsán. Olyan gyerekeim is vannak, mint az öreg néne őzikéjében. Tehát megszületett a gyermek, ott akart nálam maradni, mondtam, hogy csak akkor jöhet, hogyha megszületik az kisgyereke. Egyébként azért szerettem a gyerekeket gyógyítani, mert felírtam a receptet,
felírtam a gyógyszerre, visszajött, megvizsgáltam, és meggyógyult. A végén az anyuka megjegyezte, hogy kár, hogy nem vette be a gyógyszert. Tehát a gyerekek meggyógyulnak maguktól is. És ezért szeretek gyerekorvos lenni, mert a gyerekek őszinték, és mindent elmondanak. A könyv gondolata az a feleségemtől származik, nem én tőlem. A oka pedig az volt, hogy miután nyugdíjba mentem, és azért mentem nyugdíjba, mert a Covid járvány alatt nem tudtam elviselni, hogy az értelmiségi pedagógusok nem akarják magukat beoltatni. Eszembe jutott, hogy amit a katonaságnál a nem túl intelligens kiképző tisztünk mondta, hogy értelmiségiek, de nem értelmesek. Azért is mentem önéletrajzíráshoz, mert eszembe jutottak a gimnáziumi tanárjaim, akik azt mondták nekünk, hogy gyerekek, ha nehéz döntéshez érkeztek, akkor jussanak eszetekbe a nagy költők művei versei. Ezért én is kívülről tudom Madách Imre embertragédiájának záró mondatait. A tét tulajdonképpen mi is. A tét megszűnte a dicső halálnak. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja egy küzdés maga. Ez a lényege az egész könyvnek. Tehát miután kevés az idő, ezért írtam meg ezt az önéletrajzot, mert először meghalt az első feleségem. Ez annyira megviselt, hogy tulajdonképpen bolondok házába kerültem. A pszichiátriának a zárt osztályát nevezik így magyarosan. Aztán elvettem a második feleségemet, aki a Bucinak a kollégája volt, szintén gyógypedagógus. Őtől pedig megtanultam az empátiát, ami nagyon fontos dolog. Tehát beleérezzük magunkat a másik, a szenvedő betegnek a helyére. Aztán, amikor feleségül vettem, akkor gyengének érezte magát, és kiderült, hogy limfómája van, méghozzá egy olyan típusú limfómája, ami a magyar orvostudomány szerint az egész világon gyógyíthatatlan. Így meghalt a második feleségem is. Ezután úgy gondoltam, hogy érzés, szeretet nélkül nem tudok élni, és elhatároztam, hogy elveszem a harmadik feleségemet is, Jucikát. A hobbim az utazások és a zene. Kodály központban mindig olyan zenéket játszanak, amit sehol máshol nem játszanak, így aztán nem lehet őket összehasonlítani. A másik gondolatom pedig, hogy olyan zeneműveket hallgatok, de hát ez a Kodály zenemű dolga, amiket kár volt kitalálni, kár volt lekottázni, kár volt megtanulni,
kár volt előadni, akkor tettek jót, ha abba hagyták. Nobok, természetesen zenén nagy tapsot adnak, mert ő szerintük ez nagyon jó volt, szerintem nem. És aztán voltak humoros részek is, amikor az egyik betegem, hallgattam a hátam mögött, mesélt egy esetet, hogy a kanalas gyógyszert bevettem, a folyadék még ment, a kanál már nehezebben. Rengeteg programmal várták hétvégén a kultúrára szomjazókat a múzeumok éjszakájára Bonyhádon. Esti tárlatvezetéssel, valamint egyéb érdekességekkel készültek a szervezők. Farkas István, a Bonyhádi Völgységi Múzeum igazgatója elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is új programokkal készültek. Most az egyik fő attrakciónk az a Néprajzi Múzeum vándorkiállítása, ami a Tűzoltó Múzeumban tekinthető meg. Ma lesz ennek egy ünnepélyes megnyitója. Maga a kiállítás az augusztus végéig, egész pontosan augusztus 30-áig péntekig tekinthető meg. Illetve lesznek táncos, zenés programok, lángos, gyerekjátékok, egy életnagyságú jurtát építettünk, ahogy itt a hátam mögött látszik. Tárlatvezetéseket tartunk, hát egyszerre találkozik a kultúra a népszerű programokkal, igyekszünk mindenkit megszólítani, igyekszünk mindenkinek egy nehezen felejthető élményt adni a szép emléket a mai nappal. Tavaly egy nagyon jó évet zártunk, tavaly több mint 400-an voltunk a mint egy fél délutára kiterjedő programunkon, ez szerintem egy nagyon jó indikátor. Évről évre egyre, mindig egy kicsivel többen vagyunk, egy kicsit több ember sikerül megszólítani, egy kicsit többen jönnek el megnézni, hogy hát akkor mi is ez a sokféle program, amit itt csinálunk. Ugye az elmúlt években, ugye teljesség igénye nélkül volt VR sátor, volt mindenféle tűzoltóhoz kapcsolódó program, fűsátorok voltak, ki lehetett próbálni hagyományőrző fegyvereket, voltak hagyományőrzők is, nemzetőrség, ősmagyarokhoz kapcsolódó voltak előadások, volt egy időszaki kiállításunk is, igyekszünk mindig valami újat csinálni. Ugye az, hogy csinálunk egy ilyen kimagasló programot, egy országos programsorozathoz csatlakozunk, ezzel felhívjuk egy kicsit a figyelmet a múzeumra, minden évben egy kicsit több diákcsoport keres föl minket, a látogatószámunk az szerény, de folyamatosan nő, tehát én azt hiszem, hogy igen, ez mindenképp az egyik olyan faktor, ami miatt egyre többen keresnek föl minket. Tömény Krisztina elárulta, miért tartja fontosnak a múzeumok látogatását. Nagyon sokat tanulhatunk, a gyerekek is, a fiam, kulturálisan nagyon sokat adnak. Én jól érzem magam nagyon a múzeumokban. Milyen gyakran mennek múzeumokban? Hát milyen gyakran szoktunk? Hát úgy... Három havonta, úgy. Úgy 3-4 havonta. Milyen múzeumokba járnak? Bármilyenbe igaziból. Természettudományi múzeumban is szoktunk, néprajzi múzeumban. Hát volt buszom múzeumban is. Budapestre is felmentünk, mindenfelé. Minden évben jövünk. Minden évben, és az unokánk föl fog lépni, táncolni fog. Azért is, legfőképpen. Meg érdekel minden. Megemlékezünk a Szent Iván éjszakájáról, és ilyenkor aztán van a tűzugrás, aztán át kell ugrani, vagy átlépni, kedni a tüzeken. És hát az, hogy bemeltünk a múzeumba, és végignézhetjük a tárlatot. Én is hoztam ide dolgokat. Mit ajánlott fel? Én megszűnt egy cégünk, és annak a tablóját hoztam el. A Tűzoltó Múzeum is megnyitotta kapuját, hiszen egy vándorkiállítás várt az érdeklődőket, amelyet a Néprajzi Múzeum munkatársai mutattak be.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!